Sziasztok! Most ismét egy autót fogunk átvizsgálni, méghozzá egy Kia e-Niro-t, ami belga importból származik, vonóhorgos autó, faceliftes, tehát benne van minden földi jó, ami azt jelenti, hogy ebben már az új kijelző van, ebben már 11 kW-os fedélzeti töltő, van távolelérés benne, és mindjárt mutatunk is egy trükköt, ami miatt én a kardomba döltem, hogy nem ilyen faceliftes modellt vásároltam, hanem a korábbit, a 2019-es modellévből, mert bizony ez az autó olyanokat tud, amit az enyém nem. Az autó tulajdonosa most éppen távol van az autótól, viszont én mindjárt fölhívom, és ki fogja nyitni nekem távolról az autót. Na, itt állok az autó mellett. Most nyílt. Szuper. Oké, rendben vagyunk. Oké, csá-csá. Ezt tudja a faceliftes autó, hogy távolról kinyitják nekem. Tehát benne van az autóban a kulcs, így tudom használni. És mindjárt ugye most engem ráhúzott ide az automata memóriás ülés a kormányra. Kisebb ember használta, úgyhogy mindjárt indulunk is vele tesztútra. Amit látok, néhány karcolás van a visszapillantó tükrön, de nem vészesek, szerintem ezek polírral simán kipolírozhatók belőle. Itt az elég jól védik a lamellák a klímahűtőt, úgyhogy azon sem látok különösebben sérülésnyomokat. Itt látok egy pici kavics felverődés nyomot, az enyémen is van egyébként bőven. 2020 23. heti a gumiabroncs rajta, 55 R17 és 94 V, tehát ez egy egész jó tempót bíró gumiabroncs. A felnin itt a jobb elsőn nem látok sérülést. Itt látok a jobb hátsó ajtón egy karcot, de nem mély, tehát a körmöm nem akad bele. Így azt gondolom az is kihozható egy polírral. Jobb hátsó felnén sem látok sérülést. Jégkárra utaló nyomokat sem látok. Szélvédő. És hangszigetelt üveg. Nézzük az ablaktörlő gumilapátokat, ez is teljesen rendben van. Itt is látok egy apró karcolás nyomot. Itt is vannak apró karcolások rajta, tehát egy polír az rá fog férni az autóra, de hát ugye sötét színről beszélünk. Most nem túl tisztelt az autó, mert ugye mindennapi használatban van. Itt van, itt található ugye a vonóhorog, ez egy levehető vonóhorog rajta. Hát túl sokat nem volt használva, hogy elnézem. Megnézzük a fejet is. Igen, tehát ezt túl sokat nem használták, az jól látszik rajta. Itt a beltérben sem látok itt hátul semmiféle komolyabb karcolást vagy sérülést. Itt van egy pici karcolás, ugye ezeket simán lehet javítani. Itt láthatjuk a töltőkábelt, eredeti Kia. És nagy valószínűséggel háromfázisú töltőkábel, hiszen ez az autó tud háromfázissal tölteni. Nézzük a hátsó ablaktörlőt. Még ez is teljesen rendben van. Következzen az autó bal oldala. Úgy látom, hogy a gumiabroncsok azok eltérőek. A hátsó gumiabroncsok Wedestrain márkájúak, és 2022 30. hetiek. Mindjárt megnézem, hogy ezek egyformák-e a két oldalon. Igen, ez is Wedestrain, tehát gyakorlatilag a tengelyenként megegyeznek a gumiabroncsok, hát ugye ilyen futás teljesítmény autónál valószínűleg már kettő darabot cserélni kellett. Four Seasons, tehát ez egy négy évszakos gumiabroncs, ami itt látható. Keressünk rajta további sérüléseket. Itt már nem látok. Itt látok a kis tetősínen egy pici festékleverődést. Egyéb sérülést nem látok rajta. Ülésfűtés két fokozatban állítható. Ebben az autóban viszont nem látom a 230 voltos csatlakozót. Az ülések bőrborítása is szép. Nincs összekarcolva az ülés hátul. Itt van egy pici karcolás rajta. Teljesen kulturált. Tetőkárpit kulturált.
még nem ledes világításról beszélünk. Nézzük itt a vezetőülést. Nem karcosak a zongoralak, bevonatok. Nem látok rázárás sem. Viszont úgy látom, hogy vontatási adat az nincs, úgyhogy nagy valószínűséggel az autó nem vontathat a vonóroggal, hanem csak kerékpár szállítása alkalmas. Meg vannak még a kis fülecskéink, amik takarják az USB csatlakozót, illetve a 180 watt kivételére alkalmas 12 voltos csatlakozót. Van természetesen töltési lehetőség indukciósan, van ülésszellőztetésünk az autóban, nincs összekarcolódva itt sem a zongoralakos felület. GBL hangrendszerrel szerelt a járgány, tehát nagyon jó hangzása. Van automatikusan sötétedő visszapillantó tükrünk, van szemüvegtartónk. Természetesen mindkét oldalon található benne megvilágított piperetükör. Itt látok némi szennyeződés, ez valószínűleg nem karcolás, csak szennyeződés. Motorosan állítható a vezetőülésünk, és két darab memóriával rendelkezik. Az utas oldalon, ahogy ezt a Kiától megszokhattuk, mechanikusan állítható, tehát nem motoros az utasülésünk, a Kiánál így szerelik ezeket az autókat, míg a Kunánál a magas felszereltségű, ugye kapjuk a mindkét oldali elektromos üléseket is. Tekintve, hogy már faceliftes modellről van szó, ezért megkapjuk természetesen az újabb kijelzőt, tehát a nagyobb kijelzőt. És akkor nézzük az elvi adatokat, hogy mi a helyzet, ugye Kia Connect az nyilván van az autóban, hiszen távolról ki is nyitották nekünk. 52%-os töltöttségi szintnél, klímával 209 km-t ír az autó megtehető hatótávnak, illetve klíma nélkül 219 km-t. Itt látható egy 3848 km-es fogyasztás érti, 17,5 kWh volt az átlagfogyasztás, ebben ugye nyilván van autópálya, országút, minden egyéb, tehát ez egy tök átlagos 123848 km van jelenleg az autóban. Kukkancsunk be ide a gépháztető alá is. Keresünk nyest nyomokat. Különösebben nem látok. Hát úgy látom, hogy Belgiumban is eléggé sóznak, tehát ilyen az alumíniumon látok némi korróziót, de ez ugye természetes, mert ez a sózásból eredendő dolog. Ebben a kék színű hűtőfolyadék van, a szintje az megfelelő. Itt sem látok semmilyen sérülésre utaló nyomot. Nagyon szép a hangja a hőszivattyúnak, ugye hőszivattyús az autó, az jól látszik. Ledes fényszórókkal van ellátva az autó. És ellenőrizzük azt is, hogy 11 kW-os a töltés. Igen, 11 kW-os a töltési lehetőség. Ez is rendben van. Nézzünk be az autó alá is. Itt már nem látok nagyon korrózióra utaló nyomokat. Ennél az autónál állítható a hátsó futómű is. Nem látok rajta olyan extrém átállítást, ami azt indokolná, hogy állítottak volna komolyabban a futóművön. Gumiabroncsokon nem látok félrekopást, ugye jellemző ezekre az autókra, hogy a belső oldaluk az félre szokott kopni. Az akkumulátoron nem látok külsérelmi nyomot, sérülést. Megvannak az autón az alsó borítólemezek is. Az első gumiabroncsokon sem látok félrekopást, vagy bármi rendellenességet. A B-oszloptól hátrafelé gyári szélvédő sötétítés van az autón. A hátsó ablakok is, illetve ez a két oldalsó ablak is. Az autóban már van táblafelismerő rendszer, ugye az még a facelift előtti modellekben nincs. És akkor nézzük az OBD olvasóval kinyerhető adatokat. 100%-os az akkumulátor egészségi állapota, ahogy azt már a Kiáktól és a Hyundaioktól is megszokhattuk. 37 darab gyors töltés történt az autóval, 566 kWh volt, illetve 1027 darab lassú töltés, azaz otthoni töltés van az autóban, az pedig 21.774 kWh mennyiségben. Itt is ugye megegyezik a kilométer, tehát 123.848 km van az autóban. Itt is hozzá már megszokott eredményt, tehát gyönyörű szépen együtt állnak a celláink, nincs közöttük eltérés, a BMS nagyon jól teszi a dolgát. Jelenlegi cella szintünk 3,66 század volt, a guminyomás szenzorok működnek,
A kis akkumulátor megfelelő állapotban van, 87%-os az egészségi állapota, és 14,6 volt, most jelenleg tölti az autó. Az autó eddigi teljes átlagfogyasztása 18 kWh per 100 km, ez nagyjából egy normál értéknek tekinthető. Ha többet használják az autót autópályán, akkor nyilvánvalóan ez egy kicsit magasabb érték lesz, tehát ott egy 19-20-as átlagfogyasztással lehet számolni, tehát és a téli időszakban nyilván a fűtés, ez még magasabb érték, tehát ebből is látszik, hogy a 18 kWh ez egy rendben lévő érték. Most pedig következzen a menetpróba. Tekintve, hogy 4 évszakos gumiabroncsok, meg téli gumiabroncs van az autón, ezért annak a hangját egy picit lehet hallani. Tehát ez az, ami behallatszik. Motorcsapágy vagy hajtómű csapágy problémára utaló jelet nem érzékelek az autónál. Nincs ilyen jellegű hang. És miután én lenulláztam és jöttem az autóval, azóta 7,4 kWh az átlagfogyasztás, amiből az derül ki, hogy nem lehet rossz a hajtáslánc, mert igen kedvező fogyasztási értéket lehet kihozni belőle. A tükörbehajtást mindkét oldalon működik. Nézzük, hogy lebillennek a tükrök, ha rükörzbe tesszük. Igen, lebillennek, ugye ez kikapcsolható, tehát visszaállítható. Nézzük az elektromos ablakokat. Az összes elektromos ablak működik. Itt látok egy kis szennyeződést, ezt meg gondolom, hogy a tulajdonos azt kitisztítja. A tolatókamera is tökéletesen működik, a szenzorok is működnek. Nos, úgy tűnik, hogy csak az út lejtése okozta ezt a kormány húzásának a problémáját, mert most nem észlelem az autón visszafelé ezt a problémát, és mintha tényleg lehetne is látni itt a szembejövő sávban, hogy picit dől az út. Az ülésszellőztetés mind a két oldalon működik az autóban. A klímaberendezés is megfelelően működik, tehát 9 fok alatti hőmérsékletet mérek. Befújáskor mi mindig csökken, 8,6 foknál járunk jelenleg. Nézzük az ülésfűtést, 37 fok, tehát melegszik, 38 fok a hátsó, 38 fok a vezető oldali, másik vezető oldali. Igen, ez egyértelműen működik, ez rendben van. Az ülés minden irányba állítható, deréktámasz működik. Hátulról lehúzható az ablak, jobb hátsó is. Utas oldal felül is működik az ablak lehúzó.